A járványhelyzet miatt több változás lépett életbe a gyulai kiállítóhelyeken. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Vezetése már korábban tett intézkedéseket, illetve kéréseket is megfogalmazott a látogatók felé. A vendégektől azt kérik, hogy viseljenek maszkot. Javasolják továbbá a fontosabb helyeken elhelyezett fertőtlenítők használatát, illetve a készpénz használat helyett a kártyás fizetést. Mindezeken túl a vár és a kastély garantált programjai is változnak. Ezen módosításokat is a dolgozók és a látogatók biztonsága érdekében hozták meg, egyenlőre határozatlan ideig. A koronavírus miatt hozott intézkedések kényszerítettek bennünket arra, hogy változtassunk egy picit a garantált programjainkon. Részben az, hogy minél inkább csökkentsük a kontaktszámot, részben pedig az, hogy a zárt térből, a kisebb zárt térből, vagy egy nagyobba, lehetőleg szabad térbe helyezzük át ezeket az eseményeket. Ennek megfelelően tehát a várban is kénytelenek voltunk csökkenteni a garantált programok számát, így például a lúdtollal írás, vagy a korhű ruhába öltözést sajnos nem tudjuk biztosítani, visszavonásig előre nem látható időpontig. Lúdtollal írni és korhű ruhába öltözni egy ideig nem lehet majd a gyulai várban. Viszont új program is indul, ezt alapvetően a szabadban tartják majd. Ennek során a gyulai vár 1566-os ostromáról esik szó. A javarészt a gyilokjáróban zajló esemény során nem csak az ostrom fontos helyszíneit lehet megmutatni a vendégeknek, hanem a középkori gyuláról is képet adnak a kulturális központ munkatársai. A kastélyban is lesznek változások, a főúri vadászatról szóló program megmarad, ezt továbbra is élő róka simogatóval fejezik be. Új elem lesz viszont a Mária Teréziáról szóló előadás. 1746. június 13-án az első magyarországi kastélybeli színi előadás ebben az épületben volt, 70 nappal korábban, mint ahogy a császárnő Mária Terézia a Holicsi kastélyban részese lehetett egy hasonló eseménynek. Ebből kiindulva a korabeli színjátszásról egy picit, és természetesen magáról, az uralkodóról hallhatnak majd további érdekességeket a hozzánk fordulók. A kastélyban egyébként megmarad két nyáron elindult, és a reméltnél is nagyobb sikernek örvendő garantált programunk. Két garantált program tehát megmarad a kastélyban. Az egyik a szabadulószoba. Itt ugyan szűkebb térben zajlanak az események, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy erre szűk baráti társaságok vagy családok érkeznek, ezért ez ilyen formában nem jelent veszélyt az érintettekre. A másik a gyertyafényes tárlatvezetés, melyet egy órával előrébb hoztak. Ennek során a látogatók este gyertyával a kézben fedezhetik fel az épületet.